Felfüggesztették Bodrozsán Alekszandra tagságát a Kecskeméti Közgyűlés baloldali frakciójában. Tudomásunk szerint ez már az előző közgyűlésen is így volt, ám a nyilvánosság előtt ezt nem jelezte senki. Közel 200 milliárd forintos beruházással javítaná a magyar kormány az Alföld vízellátottságát. A kormány 2021 végén a szükséges forrásokat is biztosította döntésével, így idén megkezdődhet a tervező munka. Februárban is különleges élményekkel kedveskedik látogatóinak a Kecskeméti fürdő. Éjszakai szaunázásra és különleges szaunaprogramra várják a vendégeket. Február 15-éig kell jelentkezniük a tavaszi érettségire a vizsgázóknak. A középiskolások ezt e-papír szolgáltatással, postai úton vagy személyesen tehetik meg. Pálnapi megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre vártam az érdeklődőket a Katona József Emlékház, a Magyar Irodalom Történeti Társaság Bács-Kiskun megyei tagozata, valamint a Bács-Kiskun megyei Honismereti Egyesület.